Biztonságosabbá vált a Galgamente kapuja. 2015. augusztus 10-én átadták a Bagi körforgalmat. A térség mintegy másfél évtizede várta a veszélyes csomópont átalakítását. 12 ország, köztük az erdélyi, horvátországi és lengyelországi testvértelepülések delegációinak fogadásával indult a 4. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál 2015. augusztus 19-én. Turán a Nagyboldogasszony templomban tartották augusztus 20-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hivatalos Pest megyei ünnepi rendezvényét, ahol Szendrei Ferenc polgármester a Pest megyében élők nevében átvette a magyarok kenyerét. Gödöllő város lakossága díszes főterén emlékezett meg az államalapításról. A műsor keretein belül Gémesi György polgármester köszöntötte a gödöllőieket. Petőfi Sándor és Kacsó Pongrácz János Vitéz című zenésjátékát mutatták be a helyi művészeti csoportok profikkal együttműködve augusztus 20-án Dunakeszin. Az egyedülálló produkció több ezer embert vonzott a Dózsa György főtérre.